A mai videóban le fogunk leplezni 10 plusz 1 mítoszt a Stumble Guys-ban NGT Noellel. Hát leleplezünk 10 plusz 1 mítoszt, kíváncsi leszek. Noelnél már egyébként volt egy hasonló videó, úgyhogy a sarokba kattintva azt is megtaláljátok, ott is nagyon érdekes mítoszok voltak, úgyhogy csekkoljátok majd azt is. Az első pályánk az nem lenne más, mint Jungle Roll. Itt is vagyunk a pálya elején, és igazából ki kell menni valahova a... Yeah. Várja, azt nem itt, ugye? Úgy van, hogy elvileg, nézd csak, aha... Hopp, na ez így most így szép. Na várjál, várjál, tesó. Elvileg ki lehet menni a pályaszélre, de nem itt, nem itt. Szerintem ezt az akadályt, ha jót akartok magatoknak itt, még menjetek végig, mert ez nem fog menni. Rossz helyre mész. Tesó, itt kell kivetődni, nem? Itt is ki lehet menni. Ott, ha? És kajak vagy. Let's go, srác. Ott megy a pali, vágod. Na várjál, szerintem amúgy itt is ki lehet. Nézd. És kim vagyok én is, tesó? Itt vagyok kim. Itt például egy labdával mekkora elényt tudsz már szerezni, aha. Amúgy igen, hogyha ide kiugrasz, itt nagyon szépen lehet ficegni, csak ne, tesó, le fogok csúszni. Tesó, lej föl, jó. Följöttem. Az a jó kérdés, hogy itt föl lehet-e menni egyébként, mert annak lenne igazából értelme. Várjál, szerintem labdával ott fel tudunk menni. Várjál. Á. Nem, tesó, az a baj, hogy nem lehet fölmenni. Akkor ennek nincs túl sok értelme, tesó. Tudod mi? Tudod? Állj oda? Állj oda a falhoz. A fejemről? A fejedről. Gyere a fejemre, tesó. És én majd ugrok egyet. Ó, az kéne... Jaj! Tudod, mit jön labdával a fejedre, tesó? Labdával... Jó! Várja. Áááá, nem tudom! Nem tudok felmenni, tesó. Most én, tesó, hogy próbáljam ki, állj oda. Jó. És nem. Hát ez nem fog menni. Tehát végül is a maga a mítosz igaz, hogy ki lehet jönni a pályaszélért, de az a része, hogy itt igazából le lehet vágni, és lehet itt tovább menni, és hatalmas erőnyt szerezni, az hamis. Sajnos itt nem lehet folytatni a pályát tulajdonképpen. A következő pálya Stumble Trouble lenne, amivel sokat nem szoktunk találkozni, mert egyébként ez nincs benne ez a pálya a játék rotációjában, csak ilyen különleges játékmódként van betéve. Jó, ezt én úgy utálom azt a pályát. Ezt mondd már még egyszer, mert beleköhögtem. Jó, a Stumble Trouble, ezt én úgy utálom ezt a pályát, ott egyszerűen az Rugás be van állítva neked, tesó? Nekem rugás be van állítva, ölelés nincs, arra készült, nekem a labda ott van. Csak a rugás kell. Itt menjünk végig a pályán egy ideig, ha tudunk egyáltalán. Az, ha tudunk. Próbálj meg abba az ágyúba, ami a legerősebb golyót lövi, abba belerugni egyet. Nem, a szembe, ami van, a szembe levő ágyúban, nézd. Jó, ugye? Itt van ez az ágyú, ami itt van szembe, és amikor kilő egy golyót, belerugok egyet, eljövök innen, figyelj, nézd meg. Így most itt maradt a golyó, de nem ez, igazából nem is ez a mítosz, mert most csak azért maradt itt a golyó, mert ott volt középen az a hülye akadály. Úgyhogy belejössz ide a belsejébe, és így belerugsz. Tesó, elvileg így föl kéne repülni az égbe a golyónak. Ez konkrétan akkor kéne rúgnom, amikor lövik ki a golyót, és akkor a lábamon így felpattanna, vágod így az égbe a golyó. Érted, hogy kéne az égbe repülnie? Igen. Á, de hamar rúgtam, tesó. Tesó, hamar! Érdekes pítosszal állunk szemben. Igen. És most? De nem már. Várj, beszorultam a Canonba, tesó. Hát letolt, tesó. Na jó, srácok, ez hamis. Elképzelhető, hogy valahogy meg lehet csinálni, így felrugod az égbe a labdát, de nekünk egyszer nem sikerült. Úgyhogy lépjünk is a következőre. A következő mítosz deszkázós skinekkel lesz kapcsolatos, ugyanis láthatjátok, hogyha egy ilyen skinnel vetődünk, akkor ugye eltűnik a deszka a skinek alól. Hogyha fogod magad, és mondjuk belevetődsz a vízbe, és újraéled a skin, akkor ugyanúgy nem történik semmi tulajdonképpen, de ettől még nem kell beszarni, mert ez még nem a mítosz része, hanem csak egy simán a deszkával így bele kéne ugrani, nem? Csak simán ugorj bele, tesó. És ilyenkor rajta marad a lábadon a deszka a vetődés. Olyak vagy! Na srácok! Nem ismertem. Azt hittem, hogy ez amúgy random, ez így van kitalálva, hogy egyszer-kétszer rajtad van a deszka, egyszer-kétszer nem, de hát most már tudjuk az okát, szóval beleugortok a vízbe vagy a lávába, akkor ezek szerint rajtatok marad a deszka desselés közben is. Így van, srácok, ez a mítosz igaz. A következő mítoszhoz pedig nem kell messze mennünk, szintén itt a Lost Temple pálya elején lesz. Azt én nem is ismertem, mutasd meg, tesó. Most mondtam el Hunternek is konkrétan, úgy kell, hogy ide jössz ez a falhoz, így végig súroljon téged, és így bele tudsz menni a lépcsőben. Konkrétan itt mi az Isten? És kajak is, hát mi csak kise dob, tehát ugye itt tudsz maradni konkrétan. Idáig is le... Tesó, benne vagyok itt teljesen az oszlopba, vágod? Ha ugrasz, és akkor kijössz. Ez a mítosz is igaz, srácok. A következő mítosz az a banánhéj speciális is emótával kapcsolatos. Először is arra kérnél, hogy dobjál egy banánhiat valahova a pályára, ami még nem robban fel az egész pálya. Nézzük. Na legjobb helyre. Legjobb helyre. Na várjál, dobok egyet oda. Tesó! Tesó! Olyan helyre, ahol bele tudok rúgni a banánba. És elméletileg, hogyha a banánhéj közben rúgsz, akkor nem csúszol el a banánhéjon, és ez igaz is volt egyébként. Próbáljuk ki még egyszer amúgy. Ez csak bombármenten működik? Nem, ez bárhol működik. Nem tudom, miért vagyunk itt egyébként bombármentben. Jaj, na várjál, akkor rúgok egyet. És te is próbáld meg, ott van, és rúgj bele.
egyet. És látod, nem csúszol el. Mekkora, ezt tényleg nem ismertem, srácok. Ezek szerint akkor ez a mítoszunk is, igaz? Viszont a következő mítoszhoz már ténylegesen bombardmentbe kell belépnünk, és meg kell várnunk, hogy érkezzen néhány bomba, ugyanis lenne itt a lényeg, hogy a vízben levő bombákon elméletileg lehet így ugrándozni. Figyelj, itt, aha. Én is azt akartam, tesó, na várjál. Várni kell, mondjuk az a bomba most esett le, de messze van, az messze van. Á, tesó. Itt van. Ja, de az nem vízben van. Mondjuk ráugrok erre, de ez meg most... Aha, azért rá lehet ugrani, csak az a kérdés, hogy ha vízben vannak a bombák, úgy lehet rajtuk ugrálni és visszajönni a pályára. Aha, itt figyelj. Az nem lesz jó. Az jó is! Szóval, hogyha olyan helyzetbe kerültök esetleg, ahol már csak egy-két blokk van, és mondjuk bombán tudnátok csak tovább ugrani, esetleg nagyon-nagyon vészhelyzetben egy ilyet is be lehet kockáztatni. Úgyhogy próbálkozhatnánk itt végletekig, hogy öt bombáról egymásra ugrálunk, de nem túl könnyű ezt összehozni, de láthattátok, azért sikerült szemléltetni, hogy ez a mítosz is igaz. Én azt javaslom, hogy csak akkor ugorjatok bombára, hogyha tényleg nagyon muszáj, tehát azért nem egy életbiztosítás. Ilyen még soha nem volt, hogy önként belépek egy Rocket Rumble meccsbe. Jaj, ne! Meg négyessel lövöm ki a bombát. Pálya szélén, ami van ez a fal, ez a korlát, erre fel lehet így lőni magadat, mert ugye ugrani nem lehet már semmilyen módon ezen a pályán, fel lehet lőni magadat, tesó. Én próbálkozok, mint egy hülye, de nem, közöm nincs. Mondjuk nem pont ez a legjobb taktika, amikor pont egy ilyen körbe vagy, hogy lövöd magadat a korlát. Nem, ez csak egy ilyen fun fact. Muszáj itt ez a zászlóhoz lőni magad. Így, de nem. Ú, srácok, hát ez nagyon nem jön eddig össze. Hát lendületből, bám. De nem. Hát srácok, ez annyira messze volt, annyira közöm nem volt ezekbe a próbálkozásokban, hogy én kimerem jelenteni, hogy ez a mítosz, ez hamis. Lehet, hogy még akkor működött, amikor lehetett ugrani is a pályán egyébként. Ha esetleg valakinek sikerül ez a mítosz, nyugodtan írjátok meg kommentbe. Szerintem eléggé úgy tűnik, hogy hamis. Hát szerintem is. Egyébként srácok, nyugodtan írjátok meg az összes mítoszról kommentbe, hogy ha esetleg valamelyik nektek sikerült, amit mi hamisnak nyilvánítottunk, azt is nyugodtan írjátok meg, hogy melyiket tudtátok már, melyiket nem. A következő és egyben az egyik legdurvább mítosz a Sharkbuda Triangle pályán található. Ahogy látjátok, itt van egy ilyen láthatatlan terület, és erre konkrétan ki lehet ugrani a hajóból, hogyha jól célozzuk be. A szembe levő hajóroncshoz képest nagyjából szembe, viszonylag a hajóhoz közel van egy ilyen láthatatlan terület, és az egész meccs gyakorlatilag le tud pörögni úgy, hogy mi állunk ezen a láthatatlan blokkon, és simán tudjuk farmolni a vineket a Sharkbuda Triangle pályán. Szerintem elképesztő durva ez a mítosz, hogy konkrétan itt a vizen állunk, miközben a többiek harcolnak egymással, és simán megnyerjük a meccset, viszont valószínűleg hamarosan ki fogják venni a játékból nyilvánvalóan, úgyhogy esetleg, ha gondoljátok, még most próbáljátok ki, természetesen ez a mítosz is igaz. A következő mítoszunk pedig a Hot Wheels Hustle pályán van, és hát nem meglepő módon az autókkal kapcsolatos, úgyhogy először is el kéne jutnunk az autókig. Ha tényleg ez igaz, nagyon meg leszek lepődve. Szóval az lesz a lényeg, hogy egyszerre fogunk elindulni, és elméletileg a kék színű autó a leggyorsabb, tehát ha valamelyikünket kék autóba dobja, az gyorsabb lesz, mint a bármilyen másik színű autó. Szóval először is reménykednünk, hogy valamelyikünket kék autóba dobja, meg hát nem tudom, hogy mennyivel lesz gyorsabb, hogy így nagyon feltűnő lesz a különbség, és indulunk egyszerre, srácok, jó, nem fussna, jó, minden, de tesó, előbb indultam, milyen színű az autó, tesó? Piros. Nekem meg ilyen szürke, bassz meg. Hát ez nagyon nem. Hát ez nem. Jó, így jó. Ha, engedd el, engedd el. Gyerünk! Piros! Egybe voltunk, tesó! Mi a szar volt ez? Ez mi volt ez, tesó? Új mítosz! Egybe irányítottuk egymást, tesó! Hát srácok, igazából az a mítosz, hogy a kék autó gyorsabb, de az soha nem fog kiderülni. Írjátok meg, hogy szerintetek ez igaz-e vagy nem, vagy tapasztalatok-e már hasonlót. Ezt rátok hagyjuk ezt a kérdést, viszont közben felfedeztünk egy másik mítoszt, ami pedig nem más, mint hogy konkrétan, hogyha egyszerre mentek bele, akkor egybe spónoltok, egybe bagoltok konkrétan. Ez a mítosz is igaz végül is tulajdonképpen. Ez a mítosz igaz, amit most így véletlenszerűen összejött. Kék autósat azt meg döntsétek el ti. Illetve mostanában rengeteget Endless Blockdash-eztünk, és ehhez is kapcsolódik a tizedik mítosz, ami pedig nem lenne más, mint hogy az Endless Blockdash-ben változik a háttér színe. Ezt a többiek, a profi srácok mondták, miközben gyakoroltunk, és egyébként ez a mítosz is igaz, ha megnézitek például Wave 100-nál vagy Wave 200-nál a hátteret, akkor teljesen mások a színek, jön föl a nap gyakorlatilag így a háttérben, és elvileg ilyen Wave 4-500-nál már teljesen világos van. Hát
ezt még sajnos nem láthattam én a játékon belül, de vannak videók, ahol ez látható. És hát már csak egy mítosz maradt hátra, ami pedig nem más, mint hogyha shopba bejöttök, és az Enter kódhoz, ide a Support a Creator kódhoz beírjátok a Hunter kódot, ami most már ugye működik a játékban, akkor tudtok engem támogatni, és akkor garantáltan speciális skineket pörgethettek, ahogy láthatjátok, nekem is most azonnal összejött. Szóval érdemes kipróbálni, srácok, köszönöm szépen, hogy támogattok, köszönöm szépen, hogy használjátok a kódot, hatalmas segítség ez nekem és a csatornának. Hogyha összehozzuk az 5000 lájkot, akkor megnézzünk még 10 nagyon érdekes mítosz Noellel, illetve további másfajta tartalmak is várhatóak még közösen. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, osszátok meg a videót haverokkal, ismerősökkel, hát ha őket is érdekelheti, illetve iratkozzatok föl további hasonló tartalmakért, és ide a képernyőre kattintva pedig megtaláltok még egy csomó számolgázós tartalmat, ha esetleg van kedvetek, csekkoljátok ezeket is.